persze nem tökéletes. Rengeteg pizzát ettem életemben, de olyat, mint a Pizza Italianóban még soha, hogy lyukas a közepe és salátával van töltve. Na de lássuk csak, hogy is készül ez a csoda. Igazából az a lényege, hogy egy nőies, egy könnyű étel legyen, mert hogy a közepére majd salátát teszünk, fokkér paradicsomot öntetett, és így fejezzük majd be a pizzát. Igen, kaliforniai piros paprika, párolva, spenót, mozzarella lében, évi mozzarella, illetve sült csirkemell. Kikenem kávaolajjal, ez egy ilyen folyékony dolog, igazából az a lényege, hogy nem adjon bele a serpenyőbe a tésztát. Vízbe fogom nyújtani a tésztát. Benyújtom 27-es formájra, mekkora a serpenyő. Beleteszem. Kicsit megütögetem, hogyha esetleg buborék kerülne alá, akkor nyomja fel a tésztánkat. Vagy kivágom a közepét. Megkenem paradicsom szósszal. Akkor elkezdem a feltéteket. Előbb a spenótot, egyenletesen lépkem el. Kaliforniai paprikák. És minden pizzát frissen fűszerezzük készítés után. Szóval nem egy fűszeres szósz teszek rá, hanem utólag fűszerezzük. Sóval, borssal, oregano. Fantasztikus pizzán kívül kaptunk egy szuper salátát, egy lenyűgöző desszertet és egy a háttérben majszoló Müller Pétert is, igaz, ő nincs benne a bónuszban. Összességében az élmény